Nem lesz egy nagy szuperegyetem, de a felsőoktatási intézmények és a kutatóintézetek közötti együttműködést összehangolná a kormány, tudta meg a Népszava. A lap információi szerint egy teljesen új egyetemi kutatási társulási formában gondolkozik a kormány. Jelenleg azt vizsgálják, hogy mi az a jogi forma, ami erre alkalmas lenne. Vendégünk Hiller István. Jó estét kívánok! Gyorsan megpróbáltuk összefoglalni a nézőknek, hogy volt először egy 24 pontos ír arról, hogy valami nagy szuper egyetem lesz, aztán a Népszava pedig már arról írt, hogy a kutatóintézetek és az egyetemek közötti együttműködést erősítené a kormány valamilyen társulási formával, és a hivatkozás az az volt, hogy például a francia egyetemek és kutatóintézetek ilyenfajta együttműködése az nagy lendületet adott a francia egyetemeknek a nemzetközi rangsorokban. Ebben mennyi a fantázia? Ebben az elképzelésben. Ebben van az igazság. Én úgy látom, hogy nyilvánvaló a kapcsolat az akadémiai kutatóhálózatoknál, vagy kutatóhálózatnál történt változás, és az, hogy a felsőoktatás ugyanahoz a minisztériumhoz került. Érdemes látni azt a folyamatot, amit az akadémiánál csináltak, és azt, hogy ez nem fejeződött be. Én szinte biztos vagyok abban, hogy a kormányzati szándékok szerint abban a formában az akadémiai kutatóhálózat, ahogy most még létezik, nem marad fönn. Úgy gondolom, megismétlem, azt gondolom, hogy a kormányzati szándék szerint abban a formában is úgy, ahogy átvették, úgy nem marad fönn. Tehát szét lesz darabolva, és megy az egyetemekhez? Igen, a szétdarabolás az egy részletkérdés, inkább azt látom nyilatkozatokból, szándékokból, meg azért szakmai véleményeket is figyelembe véve azért kirajzolódik az az irány, amit ők akarnak. Az egyetemi kutatóhelyek és az akadémiai kutatóhálózat egy részének vagy nagy részének összeolvasztása, és ez szinte biztos, hogy az egyetemek keretén belül fog történni. Magyarul nem egy egyetemi kutatóhelyet fognak az akadémiai kutatóintézethez csatolni, hanem fordítva. És hogy ez egyébként színvonal emelkedést hoz-e automatikusan, ezt én nagyon erőteljesen kétségbe vonom. Akkor mi értelme? Minden, ami autonóm, minden, ami nem kormányzati most igazgatás. Sem. Már nem autonóm a kutatóhálózat. Igen, sem de, ebben igen, az de nem azért, világos, csak nem azért vették el az akadémiai kutatóhálózatot az akadémiától, hogy ne az akadémiái legyen, hanem ennek a koncepciónak a jegyében, ami már az egyetemekkel, a felsőoktatási intézmények egy részével összemosná. Ez egy mechanikus gondolkodás. Kérem, vannak olyan oktatók, akik remekül tanítanak. Szeretik a hallgatók, és szakmailag felkészültek. De könnyen elképzelhető, hogy kutatásra nem vagy kevéssé alkalmasak. És fordítva is igaz. Vannak kutatók, akik nagyszerűek, csodálatos és értékes publikációkat tesznek le az asztalra, de könnyen lehet, hogy ezt a hallgatók számára nem tudják úgy előadni, hogy ez befogadóképes legyen. Nem, az ember nem egy olyan mechanikus szerkezet, hogy a papíron leírjuk, hogy akkor most oktass és kutass. Van, aki alkalmas erre, és van, aki nem. De akkor minden csak az autonómia eltüntetéséről szól. Igen, igen, igen. Tudom, hogy ez furcsa, de kérem szépen az, ami a közoktatásban van, tudni, ez az őrült centralizáció, ami az elmúlt több mint fél évtizedbe lefolyt, és az, ami az akadémiával történt, azok között koncepcionálisan direkt kapcsolat van. Minden, ami nem a kormány által befolyásolt, amit nem közvetlenül tudnak irányítani, azt ők ellenfélnek tekintik, sőt úgy gondolják, hogy az nem is működik jól. Én ezt nagyon erőteljesen vitatom. De kérem, ne csak azt nézzük, hogy mi került el, tudnék a felsőoktatás az Innovációs Minisztériumhoz, hanem hogy mi maradt ott az emminél. Hogy a közoktatást azt miért nem vitték el? Nem abban van az én kétségem, hogy lehet úgy oktatást kormányzati szinten irányítani, hogy ez különböző tárcáknál van, megjegyzem, Magyarországon is van, volt ilyen, a szomszédos Ausztriában meg évtizedek óta itt van, ne ebbe keressük a problémát. Abba keressük a problémát, hogy a közoktatással valójában nem tudnak mit kezdeni. Megbukott az 1900, illetve a 2011-es nemzeti köznevelésének nevezett törvény. Megbukott. A színvonal nemhogy megmarad, hanem csökken. Kérem, nézzék azt a tendenciát, ami önmagában elképesztő. A sajtó is beszámolt róla már tavaly is, idén is.
Debrecenben, Miskolcon állami forrásokból, közpénzből építenek fel iskolákat, amelyek magánintézmények lesznek. Milliós tandíjjal, ösztöndíj nélkül. Közoktatásról beszélünk. Igen. Közoktatásban milliós tandíj, az óvodától az érettségig, vagy a hagyományos általános iskola befejezéséig 10 milliók, a tandíj százezrekbe mérhető közoktatásban, és ezt azért, mert helyben lehet látni, hogy az az értelmiség, amelyik a gyerekeit egyszerűen nem akarja a jelenlegi állami felső közoktatásba adni, az igényli a színvonalas közoktatást, ezért magánintézményekbe menekíti át a gyermekeit, és hajlandó fizetni, ami nem jelenthet mást, mint mindaz, amit csináltak 2011 óta, az látványosan megbukott. És van egy olyan dolog, ami meg a legfájdalmasabb. Közel 100 ezer azon gyermek fiatal száma, akik a tankötelezettségi korhatár csökkentése okán, és mióta ez bekövetkezett, nem rendelkeznek semmilyen, tehát általános iskolai végzettséggel sem. Ők nem tudnak menni se az OKJ-s képzésbe, sem egyetemre, sem tovább, mert egész egyszerűen ez a rendszer lezárt, és ma 100 000 olyan kisfiú és kislány van, fiatal hölgyek és urak, akikből szociális segélyen élő felnőtt lesz, mindaddig, amíg ez az ocsmány törvény, amelyik igenis ennek az országnak és a felnövekvő generációknak az érdeke ellen van, nem változik meg. Hát pont ide akartam eljutni, amit elkezdett mondani, hogy lehet variálgatni az egyetemek kutatóintézetek közötti együttműködést, és ettől remélni, hogy majd az egyetemi színvonal emelkedik, de hogy ezt nyilván nem lehet a közoktatás színvonalától elválasztani. Hát persze, addig... De akkor ezt miért nem látja be a kormány? Tehát, hogy egy piramist alulról kell elkezdeni azért... újraépíteni. Az a koncepció, hogy a helyi közösségek, önkormányzatok gyakorolják az iskolák működtetését, magyarul, hogy 2011-ig a magyar közoktatási rendszer 90%-a önkormányzati kézben volt. Ez szintén annak a koncepciónak az ellenfele, hogy a közvetlen irányítást nyilván nem tudom megvalósítani. Önmagában az, hogy egy Klebelsbergről, szegényről elnevezett központból, egy irodaépületből akarják irányítani Nyíregyházától Zalaegerszegig az összes osztályt és az összes pedagógust, majd ugyan megcsinálják a tankerületi rendszert, de igazából maga az irányítási mechanizmus az központi, állami és túl centralizált. Ez nem engedi meg azt a fajta szabadságot és alkalmazkodó képességet, ami a közoktatás színvonalának emeléséhez vezet. A kormány nem arról híres, hogy visszakozik, de a meglévő struktúrán belül lehetne érdemben javítani. Nem. Egyáltalán nem? Az út, amit a 2011-es törvény kijelöl, az egy koncepcionális út, nem egyszerűen csak paragrafusok sora. Ebben a rendszerben én nem látom azt, hogy lehet jobb. Alapvetően az volt a szándékuk, hogy a különbségeket, legyenek színvonalbeli különbségek, vagy regionális, területi különbségek. Azt mondták, hogy a nagyvárosokban színvonalasabb a közoktatás az önkormányzat lehetőségeihez mérten, mint a kicsi. Ez részben megvalósult, de tudja, hogy nem az alacsonyabb színvonalú ment följebb, ilyen fordítva, hanem a magasabb színvonalúat jött lejjebb. És hát kinek lehet az a célja, hogy a színvonal különbség az úgy szűnjön meg, hogy ami jobb, az rosszabb lett. Most már két olyan ciklus telt el, ami a nemzetközi felmérések időtávját megmutatta, és a második gyengébb eredményt mutatott, mint a Fidesz kormány alatti első. Tehát már a saját eredményeikhez képest is gyengébb a teljesítmény. Ez már nem egyszerűen egy ellenzéki politikus, hogy úgy mondjam, víziója, hogy ez rosszabb, hanem objektív mérések szerint is a saját eredményeikhez képest is gyengébb. Beszéljünk még egy kicsit az OKJ-s képzésről, mert hogy ott is teljesen ellentmondó hírek vannak, ami különösen azért érdekes, mert ugye a szakképzés az mindig egy fontos része volt a kormány oktatás politikájának. Először volt arról szó, hogy teljesen felszámolják, aztán most meg arról hallunk, hogy lesz majd egy alapképzés, sok minden csak iskolában lehet tanulni, és utána mást, specializációkat pedig felnőtt képzés keretében. Mindezt azért, mert hogy állítólag
túl nagy volt a káosz, mint egy 750 szakmát lehetett itt tanulni, és rendet kellett vágni. Ebben mennyi az igazság? Azért mosolygok, mert ebben nagyon-nagyon semmi új nincsen. Ez egy 1989 előtti rendszer. Ez nem új. Hát de akkor épp itt az ideje megreformálni, nem? Hogyne, és sikerült úgy megreformálni, hogy egyébként azon társadalmi körülmények között kimondottan színvonalas szakképzést tesznek át 2019-re, de itt most visszahozom a problémát, nekem nem az a problémám, hogy az OK és képzések számát csökkentették, ebben még helyes irányt is látok, hogy mondjak valami pozitívat. Túlságosan szétaprózott volt, ez rendben van. Ez a része rendben van. Az a része nincsen rendben, hogy azok a fiatalok, akik egyébként leginkább a szakképzésbe valók, azok kiesnek a közoktatásból, mint az előbb elmondtam, most már lassan 100 000-en. Ne várjuk, hogy azok, akik egyébként kiesnek, azok, hogyha nem estek volna ki, egyből a felsőoktatásba mentek volna, ők potenciálisan a szakképzés alanyai. De az az irány, amit a kormány egyébként az oktatás egészében val, és amivel én rendszerjelleggel állok szembe, az az, hogy kevesebb egyetemistát és több fiatalt a szakképzésbe. Miközben a szakképzésen belül a közismereti tárgyak arányát elképesztően lecsökkentették. Prózai módon megtanítanak nekik most valami gyakorlatit. De hogy 10 év múlva mi lesz? Hogy 19 év múlva mi lesz, hogy a saját szakmájuk hogyan fejlődik, kapnak egy új munka leírást, egy új technológiát, ezek a fiatalok egyszerűen nem fogják érteni, mert az alapvető készségekkel van a baj, amelyet egyébként az előbb említett közoktatás és szakképzés nem tud nyújtani. Tehát a kérdésére összegezve válaszolva, itt nem az egyes részegységek megváltoztatása, hanem a koncepció és a törvény egészének megváltoztatása az, ami számomra a színvonalemelkedésnek a lehetőségét hát, nyújtja. Az oktatáspolitika gyászbeszéde 12 percben. Rovatunkat hallották most így a nézők. Hiller István. Köszönöm szépen.